Sziasztok! A Future Paper Airplane sorozatban most a Future Inverse Fleet repülőjét mutatom be nektek. Ugye tulajdonképpen a Future Dart alapjaira épül, aki látta már a Future Dart videómat. És ugye ezért Future Inverse Dart, rövidítve Future ID, ez lesz a nevük. Meghajtjuk ezeket a szokásos módon, ugye ahogy a Future repülőim szoktam, vagy egy egyedi hajtással folytatom. Ez lesz, ugye ez olyan módon történik most, ahogy a Future Dartnál végeztem. Tehát ebben az esetben ugye nem idáig, hanem idáig megy a hajtás. És a túlhajtott. Tehát így fog kinézni. És először ugye ez a alap, az ID1, ID1, ez fog kialakulni egyszerű módon. Szépen leélesztjük. Már összehajtjuk. Dart formára lehajtjuk. Ez az első változatunk. Ugyanakkor rögtön ebből már a második változat is kialakul. Sajnos a kamerába kell, hogy mutassam kicsit, így nekem nem esik kéze, de ugye sikerülni fog. Egy csinosabb órot készítettünk neki, és így már készen is van a második változatunk. Harmadik változatunk, szintén innen indulunk ki, ez a változat jön majd, így van összefogva az óra. Összehajtjuk. Szóval
szokásos módon lehajtjuk. Tehát gyakorlatilag ez ugyanolyan repülők lesznek, csak az orruk más. Következő. Az ID negyedik változata. Egy kicsit változtatnunk kell. Leélezzük, majd befelé forgatjuk. Másik oldalt is. Megint összehajtjuk. Lehajtjuk, csak ennyire is kell lehajtani. Következő, látszik, hogy megint más az óra. Most ez így maradhat. Egyszerűen kicsit kinyitjuk a tetejénél is. Most kicsit nehezebb így le kell a kamerához hajoljak, de a lényeg azért látszik.
nagyjából egyenlő legyen a két oldal. És akkor itt van, lehet a szabban sikerült ez az eredeti példa. És akkor itt van ez, ugyanaz egy kicsit nagyobb orral, az úgy készül, hogy ezt lehajtjuk. Forgatjuk alá. Most nagyobb helyünk lesz. Ezért nagyobb felületet tudunk behajtani. Próbáljuk kiegyenesíteni. És le tudjuk idáig hajtani. Még mindig van következő. Ez megint hátra kell hajtani ezt a részt, hogy alá kell hajtani. És egy ilyen kevesebbet. Forgatjuk. Másik oldalt is. Csuktuk. És
És még mindig van egy. És ugyanaz a feladatunk, megcsináljuk így. Készen is van. Köszönöm a figyelmet.